Nem egyszerű dolog kitérő pályát kalkulálni az aszteroidák között, de mindig is kiváló matematikus voltam. Szóval, éppen a bakcsillagként felé kerültem, hogy tiszta átjárót keressek, amikor észrevettem a lesben álló rettenetes fekete lyukat, ami arra várt, hogy elnyelhesse az egész csillagképet. Képzeljetek el, egy gigantikus fekete lyukat, amiből még a fény se tud kiszabadulni. Szélsebesen a fekete lyuk tátott szája felé kormányoztam a járgányt. A hajómotor felbőgött. Én pedig mennydörgő hangon a bakra kiáltottam. Vigyázz, bak! Vigyázz! Fekete lyuk a hátad mögött! A fekete lyuk egy pillanatra megtorpant. Csak a másodperc milliomod részére. Vajon honnan ismeri ez a csillagokat? Atyám, még ha a zsiráf mesélne, az még csak hagyján. Ő legalább közel van a csillagokhoz. De ez a vacak egér még a fű közül se látszik ki. Aztán mondd csak, honnan tudod ezeket ilyen pontosan? Ne viccelj! Nem hallottál róla, hogy évekig laktam a csillagokban? Ezt hallanom kellett volna? De még mennyire, te oktandi! Aztán kitől kellett volna hallanom? Ostoba, hát magától az egértől. Aha. A csillagokról jut eszembe. Na, micsoda? Kész a rézangyalát. Vár az asszony. Ujjjjjj. Na? Na? Mesélj még! Ajajajaj. Nekem az jutott eszembe, hogy nekem most fontos találkozom van. Rohanok is. Viszlát!